Ez a projekt ilyen nagyívű pályát futott be, ahhoz önök kellettek mindannyian. Farkas Ferenc polgármester köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki a projekt részeként munkájával hozzájárult annak sikeréhez. A Jászapáti Praxis Közösség az egészségért egy másfél éves időtartamú pályázat volt, de céljai azonosak a szintén sikeresen lezárult svájci alapellátás fejlesztési modellprogrammal. Büszkeséggel tölt el az, hogy két évvel a svájci projekt zárását követően még együtt láthatjuk a csapatot, és tovább folytatódott az a munka, ami még 2012 őszén elkezdődött. Másrészt részben szomorúság is vegyül ebbe az örömbe, hiszen most augusztus végével egy fejezet biztosan lezárul a Praxis Közösség életében. A Praxis Közösség az Egészségért című projekt lehetőséget adott, hogy a svájci programban korábban megismert és a lakosság részéről jelentős igényként jelentkező praxis közösségi többletszolgáltatásokat továbbra is nyújtani tudják a projekt beavatkozási területein. A lakosságnak ismét egy jelentős részében elvégeztük az egészségi állapot felmérést, ami azt takarja és azt célozza, hogy bizonyos rizikófaktorokat, rizikótényezőket, bizonyos kezdődő betegségeket időben kiszűrjünk, és amit abból lehet életmódváltással, esetleg beavatkozással, de megpróbáljuk visszatartani azoknak az elfajulását. És részben pedig olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, amivel a kórházat is tehermentesíteni tudjuk, és a lakosságnak nem kell utazni, hanem helyben kapja például a gyógytornát, például a dietetikai tanácsadásokat. Ezek egyéni és csoportos formában valósultak meg. A projekt időtartama alatt az 5 praxis közel 2000 fő egészségi állapot felmérését végezte el, melyel az egészséget veszélyeztető rizikóállapotok, illetve még a tünetekkel nem rendelkező krónikus betegségeket szűrték ki. A praxis orvosok prevenciós rendelése részeként heti 2 órában megvizsgálták a felmérések eredményeit, illetve fogadták az előzetesen kiszűrt vagy krónikus betegség miatt visszahívott pácienseket. Emellett a védőnőink még részt vettek, védőnői szűréseket valósítottak meg, részt vettek különböző betegségmegelőző prevenciós programokban, egészségnapokon, nyári táborokban tartottak iskolásoknak előadásokat. Az EFOPOS projektben elért eredményekről a záró rendezvényen számoltak be részletesen a résztvevő szakemberek és közreműködők. Még lehetőség arra.